Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jut az egyik legnagyobb forráskeret a terület és településfejlesztési operatív programból, azaz a TOP-ból. Összesen közel 90 milliárd forint, emlékeztetett a megyei közgyűlés elnöke egy TOP-pal kapcsolatos fórumon Vásárosnaményban. Sesták Oszkár hangsúlyozta, a projektmenedzsmenti feladatokat többek között közszféra szervezetek, vagy például a megyei önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok végezhetik majd. Lehetnek ilyen szervezetek települési önkormányzatoknál is. Én azt gondolom, hogy van egy bizonyos település nagyság, ami fölött nem érdemes, nem racionális szakmai kapacitásokat kiépíteni, hiszen a korábbiaktól eltérően, nagyon helyesen egyébként, a projekt 2,5%-a fordítható maximálisan projektmenedzsmentre, tehát ez azt jelenti, hogy jól kell szerveznünk a kapacitásokat, ezért indítottunk egy igényfelmérés települési önkormányzatoknál, hogy ki szándékozik velünk együttműködni, 50 fölötti a települések száma, akik a megyei önkormányzat projektmenedzsmenti feladataira az eddigi felméréseink alapján igényt tartanak. Többek között Vásárosnamény is a megyei önkormányzat segítségét kérné majd. Látjuk azt, hogy folyamatos kérdés a szociális bérlakások, ugye nekünk is van 32 lakásos bérlakásunk, ebben a fűtés korszerűsítését mindenképpen meg kell oldanunk. Állandó probléma a sportcsarnokunk korszerűsítése, erre is tenni fogunk lépéseket, ugyanakkor a járdák, utak rendbetétele az folyamatos önkormányzati feladat. Szerencsére sok a kisgyermek a városban, hamarosan egy bölcsődével indítunk november magasságában, de ehhez kapcsolódik mindenképpen egy óvoda fejlesztési programunk is. A Vásárosnaményi Fórumon elhangzott, a források tényleges elosztását megalapozó integrált területi programot a kormány jóvá hagyta, heteken belül pedig már megjelennek a TOP első támogatási felhívásai.